Ezüst ivókürt, szívég, pohár, aranyérme, fülbevalók és még számos értékes lelet került elő a Babarci autópálya mérnökségi telep területén. 2020. augusztusa és 2021. januárja között végeztek itt feltárást a szakemberek. A régészeti kutatás 3 hektáros területen zajlott, összesen 161 objektumra találtak rá a Janus Pannonius Múzeum munkatársai. Ezeket a régiségeket mutatták be ünnepélyes keretek között Pécsett a Csontvári Múzeumban. Az eseményen részt vett a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, aki elmondta, hogy létrehozták a Nemzeti Régészeti Intézetet. Elsimon László hozzátette, hogy az intézmény tagjai a pécsi kollégák is, akik egy eddig rejtett lelet együttest tártak fel. Ez a mai alkalom pont arra mutat rá, hogy lám teljesen ismeretlen, korábban nem detektált, régészeti dokumentációban nem rögzített, régészeti topográfiában fel nem tüntetett. Magyarország adatbázisaiban föl nem lehető régészeti lelőhely kerül elő, méghozzá olyan, amely világszínvonalú. A régészek ugyanis egy 7. századi avarkori temetőt találtak a föld alatt. Ez Baranya megye most ismert leggazdagabb temetője, amelyet a népvándorlás korára datálnak a szakemberek. Az ásatást egyébként az épülő M6-os autópálya új szakasza miatt kezdhették el az archeológusok. Ezzel kapcsolatban Santa Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár emlékeztetett, a kormány célja az, hogy néhány év múlva minden településről 30 perc alatt eljuthassanak az utazók egy négysávos útra. Ebben valamint a megye és Horvát ország közötti közlekedésben is nagy szerepet játszik majd a készülő autópálya szakasz. Az M6-os Bój-Ivándárda szakaszának fejlesztése az javítja a közlekedési feltételeket Dél-Baranyában, a Dunamenti és a Mohácsi térségben, és beköti Villányt a hazai és a nemzetközi gyorsforgalmi úthálózatba. A különszintű csomópontok létesítésével pedig a környező települések becsatlakozása is megvalósul, ott is jelentősen javulhat az életminőség. A kivitelezés helyén talált régészeti lelet együttest ezután a Janus Pannonius Múzeumban helyezik el, de később a különleges darabokból egy kisebb kiállítást is terveznek Budapesten, hogy minél többen megismerik az ország alatt rejlő kincseket.